Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó a júniusi összegzés lesz. Amikor ezt a videót fölveszem, még igazából június van. Van vissza 3 nap belőle. Viszont most próbálok előre fölvenni egy csomó videót, és föltölteni, és megvágni, és mindenféle hasonlóságok. Szóval az a könyv, amit most még elkezdtem így a hónap végén, gyanítom nem lesz befejezve július elejéig. Úgyhogy azt majd már hozzácsapom inkább a júliusi összegzésemhez. Úgyhogy fölveszem most, mert most van időm hozzá, és akkor legalább ezzel nem kell később vacakolnom. Igen, az a könyv valószínűleg így is úgy is a július összegzésbe kerülne bele, úgyhogy jó lesz az ott. Szóval, nézzük akkor, miket olvastam a hónapban. Megint egyébként egy tök jó hónapot tudok magam mögött, úgyhogy örülök, mert visszatértem, most már így úgy tűnik. Rendszeresen tudok sok könyvet olvasni, mert már 3 hónapja zsinórban nem csak 2-3 könyvet, hanem többet ahhoz képest, amit így ugye az év elején produkáltam. Na nézzük. Első könyv, amit befejeztem. Igazából azt hiszem, június 1-én fejeztem be, szóval ezért hoztam a júniusi összegzéshez, mert technikailag igazából a 3/4-ét májusban olvastam, de úgy szoktam, hogy amelyik hónapban befejezem, ahhoz teszem. Szóval ez az Így neveld a sárkányodat harmadik rész... Harmadik? Utolsó és egyben 12. befejező kötete volt, ugyanis ugye újra olvastam, most már pár hónapja elmondom, hogy újra olvasom az Így neveld a sárkányodat sorozatot, úgyhogy igen, újra olvastam, és végre be is fejeztem azt az újraolvasást. Megint fájt, még mindig fájt ez a befejezés nekem, de még mindig imádom. De az a legjobb, hogy annyit beszéltem most már az Így neveld a sárkányodatról, főleg most ugye az elmúlt hónapokban az újraolvasás miatt még többet, hogy állom úgy a hajam, tehát borzadály, na mindegy, kéne mennem fodrászhoz. Szóval, annyit beszéltem róla, hogy már mindenkit ráveszek, hogy elolvassa. Rejtett propagandám célba ér. Második könyv, szintén Cressida Cowell könyv, viszont ez Cressida Cowell új sorozata, amit én régóta tudom a létezéséről, csak nem is tudom igazából, miért nem kezdtem el. Lehet azért, mert arra számítottam, hogy ez is ilyen 12 részes lesz, mint az Így neveld a sárkányodat, és gondoltam, megvárom, amíg kijön pár része, mielőtt elkezdem olvasgatni. Aztán pont akciós volt talán, vagy valami, mindegy, olcsóbb volt. Szóval így megvettem, és el is olvastam így a már a hónapban a Hajdan Varázslói című kötetet, ami ugye az új sorozat, a Hajdan Varázslói első része. Tetszett a könyv. Hasonlít részben az Így neveld a sárkányodatra stílusban, ugye hasonló, ugyanolyan gyerekkönyv, kb. Ugyanaz a korosztály. Viszont ebben ugye nem sárkányok vannak, hanem varázslók és harcosok. Nem tudom magyarul, hogy van lefordítva, azért vagyok bizonytalan, mert ugye én angolul olvastam, és egyébként gyönyörű ez a borító, tehát, hogy a kedvenc színem a lila, na, és egy lila borító, szóval megvett kilóra. Abban a szempontból volt számomra érdekesebb, hogy a főszereplő közül két főszereplőnk van, hónap elején olvastam 2 nap alatt, úgyhogy az már régen volt. Na, szóval az egyik főszereplőnk az Zár, igen, úgy volt írva, hogy Z-vel kell ejteni, mert amúgy Xar, csak Zár. És az volt benne az érdekes, hogy ugye Hablaty az Így neveld a sárkányodatban, ő az a tipikus pozitív karakter, tehát hogy ő olyan ultimate pozitív. Viszont Zár vele szemben próbált pozitív lenni, de egyelőre még nagyon negatív irányba hajlik, meg nagyon önző, és kicsit kisebbségérzete van a bátyjával szemben, mert neki még nincs varázs ereje, mert az csak később jön be. És hát ebből indul ki a bonyodalom. És ott van Vish, aki harcos, és ugye a harcosok és a varázslók azok így írtják egymást, és nem bírják egymást, és ők összekeverednek, mert hogy régen voltak a boszorkányok, akiket elmentleg kiirtottak, gyakorlatilag úgy tűnik mégsem, és ez is okozza a bonyodalmat, és ők keverednek ketten össze. És most ugye Cressida Cowell az Így neveld a sárkányodat se úgy indította, hogy ilyen nagyon nagy előrejelzést mutatott, hogy mi is lesz ebből, tehát útközben jön rá az ember, hogy mekkora lényege is van a sztorinak, és gyanítom ez is olyan lesz, főleg, hogy így már ahogy kezdte a könyvet, mondom, megint egy Így neveld a sárkányodatot fogsz az orrom alá dörgölni, hogy úgy kezded a könyvet, mint az Így neveld a sárkányodatot, és az lesz a vége? Na mindegy, nem tudom, de kíváncsian várom, ez viszont csak 4 részes sorozat lesz. Most fog ősszel talán a 4. és utolsó része megjelenni, úgyhogy lassan ideje lesz beszerednem a maradékokat, és akkor elolvasom az egészet, mert nagyon érdekes, és nagyon érdekel, és tetszik ez, hogy ugye nem fekete-fehér simán egy karakter. Jó, Hablaty se volt, az csak más. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy
hasonlít, ugye teljesen más. És hát ugye Cressida Cowell illusztrálta ezt is, és én egyébként nagyon szeretem az illusztrációit, mert ez ilyen sajátos stílus kölcsönöz az történeteinek. Kíváncsian várom a folytatást, csak meg kéne venni. Csak most nem akarok megint új könyvet venni, mert most sok pénzt költöttem, mindegy. Harmadik könyv, hát ez igazából egy nagyon kis rövidke olvasmány volt, szóval nem tartott túl sokáig kiolvasni. Viszont még május elején a nővérem Emma, akit már a közös videóinkból valószínűleg ismerhettek, hogyha láttátok azokat. Na, Emma nagyon jól tud verseket írni, ezt tudtuk eddig is, csak ő eddig így nem nagyon tárta ezt így a világ elé. És összeállított egy rövidecske kis verses kötetet, aminek az a címe, hogy Lessons in Love, angolul van, és megcsinálta ezt e-könyvben, belinkelem a leírásba az Amazonos linket, hogyha valakit érdekelne, és most júniusban elolvastam így egybe a kis kötetét e-könyvként a kis olvasóján, mert nekem nincs még saját e-könyv olvasom, és akkor azt is olvastam így a hónapban. Egyébként nagyon jók kis verseket ír. Most nem akarom konkrétan az ő stílusát hasonlítani máséhoz, csak ugyanolyan érzéseket keltettek bennem az ő versei, mint a Rupika úr Te és Mész kötetben lévők, úgyhogy ha valaki az olyan stílust vagy a hasonló témát szereti, vagy érdekli, vagy szeretné olvasni, akkor annak nagyon ajánlom. Elolvastam az összes könyvet, amit elmúlt hónapban vettem. Következő, ez egy 1000 éves várólistás olvasásom volt, az Aristotle és Dante a világ mindenség titkainak nyomában. Nem tudom pontosan a magyar címet, de úgyis belinkelem a magyar verzióját moly.hu-ról a leírásba. Na, ez a könyv, ez tényleg 1000 éve várólistám volt, de hát ugye nem vettem meg ilyenek, nem tudom egyébként miért. Szóval ezt kicsit így későn olvasom ahhoz képest, hogy mikor jelent meg. Lehet látni ezekkel, tele is van nyomva ezekkel a nem nyeremények, mi az kitüntetésekkel a könyv, ez sok díjat is elnyert. Azért volt egyébként nagyon jó, hogy sikerült júniusban olvasnom pont ezt a könyvet, mert ugye június az LMB, vagy az a Pride hónap, és ugye ez egy LMBTQ pluszos könyv. Két főszereplőnk, ugye Aristotle és Dante, igazából Aristotle-nek a szemszögét követjük. Most nem vagyok benne biztos, hogy be van címkézve például moly.hu-n, de leginkább egy fejlődésregénynek is tudnám mondani, azon kívül, hogy részben romantikusnak is lehet. De arról szól, hogy Aristotle és Dante igazából így megtalálják egymást, és a kis hétköznapi életben ez milyen hatással van az ő életükre, meg Aristotle egyébként eléggé depp is, meg ilyen, hát, kicsit fura srác. Igazából szerintem ez a könyv olyan szempontból elég lassú volt, hogy amit bár eléggé sejt az ember az elején, hogy mi lesz a vége, az csak a legvégén fog beteljesedni, megtörténni. Az egész könyv igazából arról szól, hogy Aristotle hogy jut el arra a pontra, hogy rájöjjön, hogy ő így kicsoda, micsoda, és hogy ez nem egy olyan dolog, amit el kéne nyomnia, vagy szégyelnie kellene. Hát igen, hogy így fölvállalja magát, mert ő úgy érzi, hogy mások alakítják ki az életét helyette, és akkor a végére sikerül így eljutnunk oda, hogy már nem érzi ezt. Azt akartam még mondani, hogy egyébként ez egy rettenetesen melankolikus könyv volt, tehát... Hát én pont úgy kezdtem ezt elolvasni, hogy így pont úgy éreztem, hogy akkor most úgy valahogy jobb kedvem is lehetne, és elkezdtem olvasni ezt a könyvet, és Aristotle, úristen, mondom. Ha én túl gondolok valakit, akkor ő hozzám képest, úristen. Na igen, egyébként a felkönyvet kiemeltem, kicetliztem, ha átfókuszálni, mint látszódik, de ez nem az összes, mert úgy voltam, hogy nincsen annyi ilyen kis ragacsos cuclikám, amit bele tudok csapni a könyvben, úgyhogy szentségtörést hajtottam végre. Legalábbis valaki nem szereti, hogyha a könyvekbe ugye beleírunk, vagy ilyesmi. Na, én egy csomószor az olyan részleteket per idézeteket, amit tetszettek be, mondjuk nem akartam becetlizni, azokat aláhúztam grafitceruzával, megmutatom. Nem tudom egyébként, hogy látszódik-e felvételen, na mindegy, de a felkönyvet aláhúztam, hogy tetszenek azok az idézetek, meg hát látszódik, hogy telecetliztem. Úgyhogy egyébként egy tök jó olvasás volt, és tök jó, hogy végre elolvastam, és eljutottam ideig, csak nem tudom, miért halogattam eddig, de lehet nem is baj, hogy pont most olvastam. Ennek most volt itt az ideje. Még egy LMBT pluszos könyv, amit a hónapban olvastam, és tényleg borzasztó hajam. Csak látom, úristen. Ebben a rövid hajban az a legjobb, hogy minden reggel máshogy áll.
minden éjszaka lehet aludni. Zárójeles megjegyzés. Szóval elolvastam az Achilleus dalát. Ezt is régóta terveztem, és végre megvettem. És végre elolvastam. Ez ugye a Achilles és Patroklosz kapcsolatát írja le, mondhatni újramondásos részben, mert ugye némileg az Iliásznak a történetét is átveszi a könyv, meg a trójai háborút, de hogy alapvetően a két szereplő kapcsolatára épül a kötet, és ez, hogy hogyan alakul ki. Patroklosz az, aki narrálja igazából nekünk a történetet. Maga a könyv egyébként jól meg van írva, meg látszódik, hogy az írónő az ezt tanulta, tehát ő tudja, hogy miről beszél. Egyetlen aprócska problémám esetleg azzal volt a könyvvel, azt hiszem 4 csillagot adtam rá a végén, meg a végét meg is könnyeztem, tehát kicsit kifacsarta a szívemet a végén. Ami kicsit nekem sok volt a könyvben, ugye ez egy ifjúsági történet, és na, irtózatosan cuki volt Patroklosz és Achilleus, de volt néhány jelenet, ami nekem kicsit túl volt részletezve. Mert én alapvetően az ilyen hálószoba jeleneteket, azokat nem szeretem részletesen olvasni, mert kicsit úgy érzem, mintha ők ott vannak, ők ott tök jól áll vannak egymással, és én meg egy ülnék a sarokban, mint valami kis stalker, és így nézném őket, tehát hogy az nem tudom, nekem olyan kényelmetlen az a helyzet. Meg nem így, tehát hogy én úgy szeretem, hogyha az ilyenek így megvan említve a könyvben, tudom, hogy ez így történik, de így nem részletezzük túlságosan, és így megyünk tovább. Tehát hogy az ilyen túl nagyon jó, nem volt olyan brutálisan részletezve, tehát hogy úgy szépen meg volt írva, meg nem úgy, ahogy egy-két könyvben szokták, amikor így kiráz a hideg is tőle, de hogy szóval ez kicsit nekem sok volt, főleg amikor ott az elsők voltak, és még csak ilyen kis 15-6 évesek voltak, és akkor kicsit rosszul éreztem magam, hogy cuki-cuki, de erről lehet, nem szeretnék most olvasni. De egyébként egy teljesen jó kis történet volt, mert tök örülök, hogy végre ezt is elolvastam. És akkor legalább tényleg olvastam LMBT-s témájú könyveket a hónapban. Ezután a Metropolis Media kiadótól kapott egyik könyvemet olvastam, az Ellopott Trollt. Anyám már nem tudom mióta könyörgött nekem, hogy olvassam el, én meg csak azért sem olvastam, mert elmondta 20 milliószor egy nap, hogy olvasd ezt következőnek, olvasd ezt következőnek, én meg így jó, majd elolvasom. És akkor most végre volt kedvem is hozzá, mert így általában úgy vagyok, hogy meglátom a polcon, van kedvem, elolvasom. Elolvastam. Jó volt. Én nem mondtam anyának egyébként, hogy nem lesz jó, vagy nem fog tetszeni, és azért nem olvasom, csak erőltette, és azt nem szeretem. Ez Szélesi Sándornak a könyve, és Szélesi Sándortól olvastam a Kincsemet. Nekem az nem tetszett, mert a lómennyiség az kicsi volt a Kincsemben, pedig elméletileg Kincsemről szólt, na mindegy. Viszont ez a könyv, ez tök jó volt, ilyen magyar népmese monda, kicsit varázs, lényes belefűzése lett így a mai világnak. Magyarországon játszódik. Sem emlékszem pontosan, hogy 3 vagy 4 csillagot adtam el a könyvnek, de amúgy tetszett. A vége volt talán egy kicsit olyan, hogy nem azt mondom, hogy kedvenc, nem azt mondom, hogy újra fogom olvasni. Jó volt, meg érdekes volt. Igazából az, ja, érdekes volt. Szóval, hát elmentleg sorozat, mert az van ide írva, hogy varázslények ügyosztály 1, szóval kíváncsi lennék a folytatásra. Anya most már örül, hogy elolvastam ezt is. Szóval egy troll ellopásának az ügyében nyomoznak, ami végül egy nagyobb ügyhöz vezet, és igazából izgalmas volt. Nem tudom, kicsit úgy érzem, hogy nekem a vége olyan lehetett volna jobb is. És az utolsó könyv, amit kiolvastam a hónapban, nem tudom teljes mértékben kimondani az írónőnek a nevét, mert ez a DGS egymás után az a nyelvemnek nem teljesen tetszik, hogy ezt így hogy kéne kimondanom. Azt tudom, hogy ez az írónő, ő írta a Titkos kertet is. Ez pedig a Padlásszoba kishercegnője címet viseli magyarul, azt hiszem. Végtelenül bájos kisgyerekkönyv volt egyébként, nagyon tudom ajánlani. Ez ugye a Puffin Children's Classic sorozatból van már, mint hogy ez a kiadás. És a lényeg az, hogy Sarah, mert Sarah a kislány neve, az ő apja irtózatosan gazdag, és elküldik őt egy ilyen lánysuliba, elküldik Londonba, hogy ott tanuljon, és ő egyébként egy végtelenül intelligens, értelmes, kedves, aranyos kislány, és nagyon gazdag, ugye ezért először ő lesz a kitüntetett tanuló, mert hát az iskola vezetője, igazgatónője, az emiatt kitünteti, egyébként meg nem bírja Sarah-t, mert okosabb, kedvesebb, értelmesebb tőle, szóval ez alapból ellenszenvet tud valóban szülni. De aztán sajnos egy tragikus esemény következtében elveszik minden pénz, Sarah elveszti az apját is, és hercegnőből azonnal cseléd lesz, hogy ott maradhasson, ahhoz igazából kidolgoztatják vele a belét is, és egy
egyéves kislányról beszélünk, szóval elég brutális, amit műveltek vele, de tudom, hogy régebben így ment ez, de még mindig így néha meglepődök, hogy ezt így lehetett. És hát így igazából ezzel a helyzettel, hogy ő hogyan birkózik meg, és hogyan éli meg, és tényleg annyira bájos kis történet, hogy nem tudom, én egyébként erről soha nem hallottam ezelőtt erről a könyvről, esküszöm, hogy se az angol, se a magyar címe nem rémlett előtte, de nagyon örülök, hogy elolvastam, mert nagyon tetszett. Hát akkor ez lett volna az a 2, 4, 6, 7 darab, 7 darab könyvet kiolvastam a hónapban, de ügyes vagyok. Nem számoltam utána, csak így gondolkodtam, hogy mennyit olvasottam ki. Szóval ezeket a könyveket olvastam ki a hónapban. Kommentben szokásos módon hagyjátok lent, hogy ti milyen könyveket olvastatok ki júniusban. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlátok a következő alkalommal.